Termelünk egy olyan halat, ami ma a világban egyre népszerűbb. Ez egy kiváló húsminőségű hal, ami viszont egy tengeri hal. A tengeri halakkal megint csak van egy probléma, hogy a tengerek szennyezettsége miatt egyre nagyobb gond az, hogy a tengerbe termelt vagy fogott halaknak nagyon magas a higany és a nehéz fém tartalma a húsának. Ez egyiket sem tartalmazza. Ez tengerbe szaporodik, az életének ebbe a fázisában, a szaporodásnál és az első egy hónapban van szüksége sósvízre, utána viszont a természetben is ez a hal felúszik a folyókra, és az ivarérés eléréséig, tehát 5-6-8 kilós korig a folyóba növekszik édesvízi körülmények között, tehát adott a lehetőség arra, hogy egy ilyen körülmények között Magyarországon is édesvízbe tudjuk ezt termelni. A halaknak megteremtjük mindazokat a körülményeit, amit egyébként még a természetben se talál meg. És akkor, amikor óriási harcot kell vívni ma már a világba a vízkészletekért, lassan majd Magyarországon is, ez nem mindegy. Hát nyilván egy ilyen telep, ami a tóval együtt, gyeppel, tölgyfával, mindennel nincs egy hektár, ezen van három csarnok, amiből gyakorlatilag egy csarnok szolgálja a valóságos áruhaltermelést. 486 köbméter vízbe tudunk termelni 100 tonna halat. Ehhez kell gyakorlatilag 120-150 hektár halastó. Amit mi termelünk, ez a baramundi, ez egy nagyra növő halfaj. Ez képes elérni a 40 kilót. A kereskedelmi mérete az elsősorban az a, vagy az adagos méret, amit egyben meg lehet sütni, ami 400-450 gram, vagy amit már filézni lehet, egy 600 gram, 1 kiló közötti. És ezt a 400 grammos halat, ezt gyakorlatilag meg tudjuk csinálni egy a születéstől számítva egy fél éven belül. A filé méretet pedig 8 hónapon belül. Ha nagyon szigorúan nézem, akkor ez egy biotermelés. Maga a rendszer miatt, ami egy recirkulációs halnevelő, ami azt jelenti, hogy itt óránként egyszer-kétszer megfordítjuk a vizet a rendszerbe és tisztítjuk. Tisztítjuk mechanikailag és tisztítjuk biológiailag. De most a biológiai tisztítás az baktériumokkal történik, így nincs is lehetőség arra, hogy például antibiotikumot használjunk, mert abban a pillanatban megölnénk a saját rendszerünket. Tehát ez a rendszer összedőlne, hogyha én antibiotikumot tennék bele. Nyilván ez nem lesz egy invazív faj. Ez képtelen megtelepedni, és erre mindig az a válasz, hogy látunk mi már karon varjút. Igen, de ez nem varjú, ez baramundi.